Vízkereszt, azaz január 6-a napjával hivatalosan is elérkezett a karácsonyfa lebontásának az ideje. Ezek a fenyőfák pár hete még feldíszítve álltak valaki otthonában. Most már azonban az útszélén várnak arra, hogy január 25-én elszállítsák őket. Szekszár településről a fenyőfák elszállítása január 11-én és 25-én fog megtörténni. Arra kérjük a lakosságot, hogy az adott szállítási napokon reggel 6 óráig úgy helyezzék ki a karácsonyfákat a hulladékgyűjtő edények mellé, hogy azokon ne maradjon dísz és egyéb csomagolóanyag, valamint hogy a gépjármű forgalmat, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozza. A januári elszállítási időpontokban kizárólag a karácsonyfákat helyezzék ki a közterületre a hulladékgyűjtő edények mellé. Más zöld hulladékot, illetve a műfenyőket nem fogjuk elszállítani. Ezeket a hulladékudvarainkban nyitvatartási időben díjmentesen elhelyezheti a lakosság. Sokan nem is sejtik, hogy pontosan mi történik a fenyőfákkal, miután elszállítják azokat. Mögöttem látható a komposztprizma, és ott a sarokban pedig a késztermék, ott történik az utóérlelése. A komposztáló telepünkre beszállított zöld hulladékot ledaráljuk, itt 4-6 cm-es apríték készül belőle. Az aprítékot ezután megfelelő mértékben vegyítjük a többi beszállított zöld hulladékkal, beállítjuk a nedvesség tartalmát, ezután történik meg egy zárt irányított komposztálási folyamat, majd 4-6 hét múlva, amikor az első érlelési fázis megtörtént, akkor kibontjuk a komposztprizmát, az elkészült komposztot lerostáljuk, majd egy utóérlelés következik, ami körülbelül 4 hónapot vesz igénybe. Nagyjából 5-6 hónapot vesz igénybe a teljes komposztálási folyamat, ez nyilván időjárási viszonyoktól függ. Érlelés után pedig értékesítik az elkészült zöld trágyát. Gyakorlatilag a lakók találkozhatnak vele Szekszárd közigazgatási területén, mert a tavalyi évben jelentős mennyiségű komposztot szállított el a városüzemeltetés és a virágos kertekbe került, illetve kiskerti hasznosításra, talajjavításra, tápanyag utánpótlásra megfelelő. A tavalyi évben több mint 32 tonna fenyőfát gyűjtöttünk össze. Ez egyébként az éves beszállított zöld hulladék mennyiségnek csak a töredéke. Éves szinten több mint 4000 tonna zöld hulladékot dolgozunk fel.